Sziasztok, itt Túrélés Máté, és hát már volt egy ilyen Monaco jellemzéses videó, csak a formáj nem hazudtolta meg önmagát, így megint el kell ezt készítenem, mondjuk azt, hogy elkészítenem. Így feltöltöm ezt ilyen, hát már egy van, csak az le fog kerülni, mert eléggé nagy volt most írva az utána, így úgy összefoglalom, hogy mi történt a 2019-es Monaco-i nagydíjon. Nézzük! Elrajtoltak, Hamilton volt a sorrendben, és hát egy jó ideig ez így is ment. Egészen addig, amíg Leclerc egy elég keményedben nem vetődött Hülkenberg mellé. Így összeütköztek, viszont Leclerc defektet kapott. Ami következtében eléggé törmelékes lett a pálya. Így be kellett ugye küldeni a safety card. Na, itt kezdődtek a bajok. Mindenki szépen bement a boxba, Hamilton gyorsan bement, de viszont Bottas feltartott a Verstappen Vettel párost, hogy ő is be tudjon menni majd a boxba. Csak erre rávesztett, mert Bottas és Verstappen ütköztek ott a box utcában, és mindkettők autója egy kicsit megsérült. Mivel így utólag kiderült, hogy elég izgalmasan is ígérkezett pár helyen, mikor Perez ment ki gyerekcserére, kifele mellett találkozott két pályabíróval, akiket majdnem szépen is ütött. Nagyon közel voltak, talán volt egy ilyen 40-50 centi egyiknek, a másiknak úgy 4-5 méter talán. Szóval elég szép volt az a helyzet. Szépen kiment a safety car, és mentek tovább a Hamilton, Verstappen, Vettel, Bottasszal, mert közben Bottasnak be kellett menni a box utcába. Így ezzel rengeteg időt veszítve. És Giovinazzi egy elég keményen bevetődött Kubica mellé, akivel konkrétan feltartották Russellt, Hülkenberget, Leclerc-et is, meg Perezt is. És hát ugye így majdnem piros zászról lett az esetből, de nem lett az, kicsit kár. Leclerc később kiesett, mert úgy érezték, hogy ez teljesen reménytelen. Verstappen egy 5 másodperces időbüntetés kapott emiatt, szóval ez így eléggé rosszul jött össze. Viszont egész végig ott volt annak a félelme, hogy leesett az eső. Csak sajnos valahogy mégse történt meg. Aztán így nagyjából, hogy összekén foglalni, hogy körözgettek, mentek, Hamilton végigpanaszkodta az egész futamot a kiállása óta, hogy ez nem jó gumi, nem tudom, nagy a vibráció, esélytelen, szemcsésedik, ki kell ezt állnunk, ennek vége lesz, káosz volt ott. Aztán Verstappen 76. körben bevetődött egy elég szépet, kis túlzása, vagyis hát megpróbáltam volna ilyen Ricardosan, csak összeütköztek, így nem igazán jött az ügy össze, bár Hamilton és Verstappen is tudta folytatni, és leintéskor Hamilton, Verstappen, Vettel, Bottas lett a sorrend, de hát mivel Verstappennek ott volt az 5 másodperces büntetés, így Hamilton, Vettel, Bottas, Verstappen lett a sorrend, Gasly, Sainz, Kvyat, Albon, és most jön a nagyon szép, meg Grosjean és Ricardo ért be, viszont Grosjean megbüntették 5 másodpercért. Most így írtam, már nem jut a szembe, de jaj, megvan, mert átvágta a nem így ráment a box utca kiáratánál lévő box utca jelző vonalra, így megbüntették 5 másodperc és 0,4 század másodpercen maradt el Ricardótól, így Ricardo Grosjean lett. Büntetések azonban nem értek véget, nem. Kapott Stroll, amiért összeütközött Räikkönennel. Giovinazzi is azért a kubicás manővért kapott 10 másodperces büntetés, plusz büntetőpontot, Verstappen is kapott büntetőpontot, Magnussen is megbüntették 5 másodperccel, mert levágott egy sikánt, de hát konkrétan egy van szinte. Az egész monakói pályán, ha úgy nézzük, jó, max 2, 2,5, jó, összesen talán 3, ha minden olyan nézünk, de tehát maradjunk kettőnél, az inkább biztosabb. Szóval levágta, azért kap 5 másodperc büntetés, de ezzel nagyon nem változtatott semmi. Így egy eléggé utólagosan izgalmas utam lett, és innentől
a következő kanadai nagy jellemzés, mert kedden fogom feltenni, mert látom, hogy a Forma 1 az a Forma 1 még továbbra is, valamilyen szinten. Tudom, hétfő van, tehát lehet, hogy holnap is kell lesz egy harmadik részt gyártani, hogy mi történt, meg ilyenek, de mindegy. Is. Én egyelőre köszönöm, hogy megnéztétek, hogy tetszett, mindig videótkozzatok fel, lájkoljátok, és igen, megkaptam azt, hogy csíra vagyok, mert le is égettem ezzel ma, hát én úgy érzem, én csak elmondom, és lehet meg kéne várt az elemzés összefoglalóra, de végül is elemzem, hogy mi történt, ha nem is mutatom meg, mert letiltan a képzelet, van ilyen szó a földön, hogy tiltás. Azért meg nem fogom magamat eltiltetni. És hát mivel nem szeretném, hogy letiltsanak YouTube-ról, amiatt, hogy én efféről mutatok tartalmakat. Jó, én most nem tudom, azt mondja, gyárok így megvágnom, hogy ez egyetlen normális legyen. Szóval, de nem szeretném azt, hogy letiltsak a YouTube engemet, mert formális tartalmakat töltögetek fel. Így is bővenek, hogy egyetlen beszéltek erről, nem pedig még arról, hogy mutassam. Tehát ilyen szempontból ilyen elemzés, hiszen ha végül is azt hiszem, elmondom, mi történt, és ez valakinek nem tetszik, az ne nézzen engem. Én ennyit kérek. Na mindegy, én minden esetre köszönöm, hogy itt voltatok, hanem ha tetszett mindenképp, akkor nyomj rá egy lájkot is, iratkozz fel. Nem kérem a diszlájkokat, ha valakinek ennyire nagyon nem tetszik, meg unja az egészet, az ne nézzen, az kész. Na. Sziasztok!